Magyar versenyzőnek szurkolhatunk idén a Rallycross világbajnokság versenyein, ráadásul az élmezőnyben, ahogy azt az évnyitó Abu Dhabiban bebizonyította. A hófehér Audival versenyző Szabó Krisztián ellenfelei között idén nem szerepel egyetlen korábbi világbajnok sem, miután Solberg, Ekström és Christofferson is távozott, de a 17 főt számláló rajtrácsot számos korábbi futamgyőztes és Európa-bajnok alkotja. A nyitóverseny alapján elsősorban Bakkeruddal, Grönholmmal és a Hansen testvérekkel kell számolni, ha első helyről és a világbajnoki címről van szó. Az éjszaka leszállt a Forma 1-es szezonzárónak is otthont adó Yas Marina versenypályára, de a szuperkárok akciója folytatódott. A Rallycross egyik sajátos szabálya a Joker kör, amelyet minden futamban egyszer kell teljesíteni a pálya alternatív nyomvonalán. Abu Dhabiban a Jokerről megérkező autók nagy tempóelőnyben voltak, ami még több test-test elleni csatát tett lehetővé. Bár a hagyományos rallycross pályák rajongói kifogásolták a helyszínt a sík terep és a kevés murvás szakasz miatt, a vonalvezetés többeken is kifogott. A Minis Bennett nagyot borult, miután rázókőre hajtott. Szabó Krisztián az első ismerkedésről szóló nap után csak a 12. helyen állt, a harmadik kvalifikációs futam azonban kiválóan sikerült számára. Matthias Ekström csapatának versenyzője nem csupán csoportjában, de összesítésben is második helyen végzett, a kvalifikáción és az elődöntőben is leggyorsabb Kevin Hansen mögött. Szabó Baumannist gyűrt el a nagy harcban, akivel néhány évvel korábban még az Európa-bajnokságon küzdött. A harmadik kvalifikációs futamban két főesélyes is kiszállt. A hétvégét addig a pontig uraló Timi Hansen a Joker körről tért vissza, amikor Bakkerud felöklelte, megrongálva a Peugeot bukócsövét is. A harmadik nagy baleset az elődöntőre maradt. A rajt után kiszorított Nitist a második kanyar rázó köve dobta meg, a levegőbe repülő Hyundai pedig egyik ellenfele tetején landolt. A döntőben hat olyan versenyző indult, akik közül egy sem nyert korábban futamot. Közöttük volt Szabó Krisztián is, teljesítve a küldetést, hiszen a hétvége előtt elmondta fő célja, hogy bekerüljön a fináléba. A rajt utáni helyezkedések során a kisebb Hansen és Niklas Grönholm lépett meg a többiektől, lemeccselve egymás között a győzelem sorsát. Miután egy rámenős előzéssel átvette a vezetést, a rally világbajnok Markus Grönholm fia végzett az első pozícióban. A kétszeres Európa-bajnok Szabó ötödik helyet szerzett élete első versenyén a világsorozatban, ami Baumann is hátrasorolása után negyedikre módosult. Remélem, jól szórakoztatok és tetszett a verseny. Ígérem, hogy megpróbálom mindig legalább ezt a teljesítményt nyújtani és ott lenni az összes döntőben. A dobogón még Grönholm pesgőzött a legnagyobb örömmel, nem sokára azonban érkezett a hír, a fint megbüntették Kevin Hansen meglökéséért, a sorrend pedig megfordult köztük. It feels completely crazy, you know, teljes őrület, enyém volt a rajta döntőben, aztán vagy öt körön át vezettem, aztán a tízes kanyarnál, Niklas megpöszkölt, én pedig majdnem megpördültem. A vezetést elveszítettem, onnantól pedig csak annyit tehettem, hogy célba érek és második leszek. Nem ideális a versenybírák szobájában megszerezni a győzelmet, de itt van az első számú trófea, és ez a lényeg. A fiúk kiváló munkát végeztek az autóval azzal, hogy időben felkészítették, és ez a győzelem kicsit Timié is, mert neki is itt lenne a helye a dobogón.